hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Az országgyűlés alelnökeként szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Parlament felsőházában, a Vitézi Rend Egykor és Ma című konferenciánkon, melyet Vitéz nagybányai Horthy Miklós születésének 155. évfordulója alkalmából a Vitézi Rend és a Mi Hazánk mozgalom szervezésében tartunk. Külön köszöntöm körünkben püspök urat, főkapitány urat, valamint vendégeink közül Tisza Istvánnét, a néhai miniszterelnök dédunokájának feleségét, valamint Horthy Miklós utolsó diplomatájának özvegyét, Szent Iványi Ágnest. Tisztelt honfitársaim, a magyarság olyan kihívásokkal néz szembe a 21. században, napjainkban, amelyek nem túlzás azt állítani, a létét fenyegetik. Az évtizedek óta tartó lélekszámcsökkenés, a világban zajló migrációs hullám, az alapvető identitásunkat megkérdőjelező mozgalmak mind-mind cselekvésre kell, hogy sarkaljanak mindnyájunkat, akiknek fontos az Isten, a haza és a család. Négy gyermek édesanyjaként nap mint nap tapasztalom, hogy a következő nemzedékért vívott küzdelemben óriási szerepünk van, óriási szerepük van a közösségeknek, a családoknak. A mai konferencián is éppen ezért állítjuk középpontba a Vitézi Rendet, mert annak alapításkori és mai üzenete még mindig aktuális. Az immár 7000 tagot számláló Vitézi Rend hazánk egyik legnagyobb társadalmi szervezete, állami támogatás nélkül végzi közhasznú tevékenységét, többek közt a kultúra, a hagyományőrzés, a hadisírgondozás, a katasztrófavédelem, a karitatív missziók, a hazafias és honvédelmi nevelés, illetve a sport és az önvédelmi oktatás területén. Ezek számunkra, nemzetben gondolkodó keresztény magyarok számára örökérvényű értékek. Ezek adják identitásunkat, ezektől tudunk válaszolni arra a kérdésre, hogy kik is vagyunk, és hogy hová is tartozunk. És ezeket az értékeket kaptuk a nagyszüleinktől, a szüleinktől, és adjuk tovább a gyermekeinknek, hogy aztán majd ők is átadhassák az ő gyermekeiknek, és így tovább. A Vitézi Rend megalapításával ilyen értéket teremtett a magyarság számára Horthy Miklós kormányzó is. Mert ő is arról írt, hogy olyan alakulatot szándékozott létrehozni, amely mindhalálig megbízható a külső és a belső fenyegetésekkel szemben is. A feladat tehát nem kicsi, de annál nemesebb. Horthy Miklós születésének 155. évfordulóján a Vitézi Rendről, a Vitézi Renddel tartott konferencián mi mást is üzenhetnénk, mint ezt. Hogy jogunk van a hazánkhoz, a gyermekeinkhez, az identitásunkhoz, és büszkén hirdetjük, hogy egy keresztény magyar hazában élünk, a saját földünkön, amit az őseink a vérükkel szereztek és védtek meg, nekünk. Méltónak kell lennünk ehhez az örökséghez, és fel kell nőnünk a feladathoz, hogy a ránk leselkedő veszélyektől mi is megvédjük mindazt, ami magyar, ami keresztény, ami nemzeti. Amitől majd a mi gyermekeink, a mi unokáink is tudni fogják, hogy kik ők és hová tartoznak. Ezeket az értékeket hagyjuk örökül nekik. És ha bármikor szembe kell néznünk a lelkiismeretünkkel, vagy a Teremtővel, tisztán és megnyugvással jelenthessük ki, megtettem, amit az Isten rám rótt. És bárki már bármit mond, minden körülmények között ki kell állnunk az értékeinkért, ezért is található a parlamenti alelnöki irodámban a kormányzónk mellszobra, és ezért is érzem különös jelentőségűnek, és személyesen is különös megtiszteltetésnek a mai rendezvényt. Isten óvja a magyarságot! Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki te rád az én irgalmasságomat.
te ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, te az enyém vagy, mondja könyörülő urad, becses vagy nekem, és én szeretlek téged. Amen. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. 103 évvel a Vitézi rend alapítását követően mit üzenhetnénk a mai felgyorsult és megannyi gondokkal terhelt világnak, és mit üzenhetnénk az azóta megcsonkított, szeretett hazánknak? Itt vagyunk. A történelem gonosz erői hiába törekedtek a vitézek elpusztítására, hiába próbálták megosztani, felforgácsolni bennünket, mi itt vagyunk, és az általunk képviseltekre még nagyobb szükség van ebben ennek a fékevesztett világban. Gárdonyi Géza Lámpás című regényének prológusában így ír, a lámpás én vagyok, világítok a sötétben, utat mutatok. Nálam nélkül vak a látó is. A vitézi rend ilyen lámpás, melynek fénye nem elaludt, hanem újra és újra lángol. Mint tudjuk azonban, egy lámpás sem éghet önmagától. Kell hozzá a szikra, kell hozzá a tűz. Ez a tűz bennünk nem más, mint a Szentlélek tüze. A Szentléleké, aki megőriz és megújít bennünket. Talán a mai alkalmunk mottójának is adhatnánk ezt. Conservando et renovando. Szépen rímel erre nemzeti himnuszunk költőjének, Kölcsey Ferencnek a szavai, mely így szól, jelszavaink valának, haza és haladás. Megőrizni mindent, ami érték, és megújítani mindent, ami mára elavult. Így továbbra is kiállunk a keresztény hitünk, nemzeti identitásunk, hagyományaink, valamint a gyermekeink megvédése mellett, de úgy is fogalmazhatnék, hogy az 1920-as alapítástól kezdve az Isten, a haza és a család hármasának jelentősége változatlan a vitézi rend életében. Magyarországon is, ezért elmondhatjuk azt, és ebben egyedülállók vagyunk, ugye Angliát leszámítva, 1298 óta működik az országgyűlés, tehát rendkívül régi hagyományai vannak, a második legrégebbi országgyűléssel büszkélkedhetünk Magyarországon, ugye Anglia előzött csak meg minket ebben. Állítólag Izlandon már régebben is országgyűlés volt, de hát ebben nem mernék megesküdni, hogy az valódi országgyűlésként is működött, mert nem mindig könnyű elhatárolni a országos gyűlést az országgyűléstől. Ugye az a döntő momentum, hogy önálló törvényalkotási joga van-e vagy sem, vagy csak alázatos kérelemmel fordulnak a királyhoz, hogy alkosson meg egy jogszabályt. Tehát nálunk harmadik András óta működnek az országgyűlések, kisebb megszakításokkal, és ez egy nagyon nagy erőt adott ennek az intézménynek. Méltóság és hivatal alapján bekerülnek az ország zászlósai, a koronaőrök, az ország főbírái, a koronaügyész, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a honvédség főparancsnoka, a vezérkari főnök, a rangidős tábornok, a katolikus egyházfők, ugye Cserédi Justinian, a református egyházfők, ugye Ravasz László, például evangélikus egyházfők, például Rafai Sándor, a magyarországi egyetemek és főiskolák 15 professzort küldhettek a főrendi házban, a Magyar Nemzeti Múzeumnak a vezetője, az országos vitézi széknek egy személye, az áru- és értéktőzsdének is szintén egy delegátja, a kereskedelmi és iparkamarának 6 tagja, a mezőgazdasági kamarának 6 tagja, a közjegyzői kamarának 1 tagja, az ügyvédi kamarának 2 tagja, a mérnöki kamarának 2 tagja, a orvosokat egy fő képviselte, tehát így állt össze a 238 fős felsőház, akik ugye itt ebben a teremben üléseztek. A fontosabb kérdéseknél nagyon érdekes volt a hozzászólásaik, hiszen különböző területekről, különböző szakterületekről jöttek ide a képviselők a felsőházba, akik a saját szakterületüknek a tapasztalatait és a saját érdekeiket tudták ugye becsatornázni az ülések között. Általában inkább csak módosító javaslatokat tettek,
A rendszerváltás után, ahányszor ugye az alkotmányozás felmerült, így az alaptörvény vitájánál is, többen is a jogtudomány képviselői javasolták a felsőháznak a visszaállítását a mai modern körülményeknek ugye megfelelően. Ennek ugye voltak támogatói is, és ellenzői is. Ugye támogatói azt mondták, hogy hát akkor mennyivel többféle kérdés kerülhet sorba, és nem a pártpolitikai viták, hanem szakmai viták lehetnek. És hát ugye a tudományos kulturális intézmények is itt lehetnek, szakmai szövetségek is, aztán ugye a szakszervezetek, egyházak, nemzetiségek vehetnének részt. Ez a pillanatnyi helyzet ma Magyarországon, tehát ez a kérdés, ez nem csak egy jogtörténeti, hanem egy aktuális kérdés is, hogy a felsőházhoz, a felsőház gondolatához miképpen viszonyuljunk, miképpen gondoljunk rá, tehát hogy van-e rá szükség, illetve ha igen, akkor milyen összetételben, hogyan tudnánk ezt a mai viszonyok közepette megoldani. A mai nap, június 18-a szívből jövő ünnep valamennyünk számára. E nap Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó urunk születésének 155. évfordulója. Számomra annál is inkább kedves ez a nap, mivel Horthy Miklós tengerész tisztnek, majd kormányzónak a személye, mivel anyai nagyapám, Tamók János a nagy háború alatt a Novara könnyű szirkálón teljesített szolgálatot altiszti beosztásban. Tehát azon a hajón, amelynek maga Horthy Miklós volt a parancsnoka. Bármennyire is gondolkodtam utólag a háború alatt folytatott politikánkon, semmiképpen sem juthattam arra a gondolatra, hogy mi lényegesen másként cselekedhettünk volna, mint ahogyan valójában eljártunk. Józan ítéletű ember nem vitathatja, hogy mindenképpen ugyanez lett volna a sorsunk. Vége az idézetnek. Előadásomat a kormányzó emlékiratainak egyik tanúvallomásnak is beillő záró gondolatával fejezem be. Idézem. Gondolataim az Atlanti-óceán partjáról szüntelenül hazaszállnak a Duna-Tisza partjára, édes hazámba, melyet számunkra a világ legszebb országának tartok, és ezt senki és semmi nem pótolhatja. Itt naponta láthatom a tengert, eredeti élethivatásom annyira kedvelt életelemét, és gyönyörködhetem benne. Ám gyakorta behúnyom szemem, és gondolatba keletre fordulok. Mély a tenger és végtelen. De mélyebb szeretetem, mely szülőhazámhoz fűz, és végtelen a vágyódásom, mely a magyar földre és a magyar nép körébe hazavonz. Úgy van a tárcáknál, hogy a miniszterek söröznek és konyakoznak, az államtitkárok pedig dolgoznak. Úgyhogy tisztelettel kérem a itt lévő képviselő urakat, és asszonyt, hogyha kormány alakításról lesz majd sor szó, reméljük nem sokára, akkor inkább miniszterek legyenek. Ez csak vicc volt. De azért komolyan gondoltam. Akkor értjük meg a vitézi rend fontosságát és a létrehozásának a szükségességét, hogyha szembenézünk azzal a kérdéssel, én most ezzel 5 percben szembenézek, miközben 6 óra alatt se lehet kimeríteni, hogy milyen helyzetben volt Magyarország, vagy ahogy én mondom, mint királypárti ember, a Magyar Királyság 1918. októbere és 1921, amikor ténylegesen működni kezd a vitézi rend. Majd a vitézi rendről külön egy pár mondatot később, egy pár idézettel megvilágítom. Hát a lehető legrosszabbad. Egy nemzetnek is van speciális lelke. Tessék csak az itt ülő tőlem balra, de egyébként jobbra, bocsáss meg, hogy így Jelenszky István filmrendező úrnak, akinek a Trianon filmjét betiltotta valaki, nem mondom meg, hogy melyik párthoz tartozó valaki, akinek ez jogában áll, ő készítette Jelenszky István az Öntérkép című filmet, ahol pont ezekről a dolgokról van szó. Rendkívül fontos, hogy rendben vagyunk lelkileg. Nem tudom, hogy kezdjük-e már érzékelni azt, ami miatt ezt az egészet elmondom, hogy kellett a Covid-ézi rend, vagy nem kellett?
Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugyanis hát nagyon is kellett, nagyon is kellett. A magyar népet, a falvak, a magyar vidék gazdálkodó ezreit is meg kell szervezni, talpra kell állítani. Az intelligenciát, a középosztályt hasonlóan az élet feltételeihez kell segíteni. A falvak népét földhöz kell juttatni. Szükségünk van a hadsereg erejére, ha élni, boldogulni akarunk. Mert erő nélkül nem lehet boldogulni. Az erő épp oly szükséges, most tessék figyelni, az erő, haderő, az erő épp oly szükséges, mint a hit, mint az erkölcs, és mint a jog. Na most az ideológia, a Vitézi rend ideológiája kapcsán, ugye konzervatív, a konzervatív, Istenhoz a család, többet erről egyszerűen nincs időm beszélni. Úgyhogy ezek alapján 921. május 22-én a Vitézi rendet megalapították, alapszabályt hoztak létre. Ugye minden szabályozva van a modern társadalmakban, ebből az alapszabályból felolvasok vagy kettő mondatot. Tessék csak figyelni, mert minden lényeges benne van. Azt mondja, utódainkban is, tehát a célunk, stb., idézőjel, utódainkban is jutalmazni, és az ország hűségében megtartani mindazokat, kik a magyar állam védelmében egyéni vitéségünkkel és a forradalmak alatt nemzeti érzésünkkel kitűntek. Egyúttal, szerintem ez a lényeg, egyúttal állandó értékű nemzetvédelmi szervezetet megteremteni, állandó értékű nemzetvédelmi szervezet. Ugye beszéltem arról egy pár perccel ezelőtt, hogy külső-belső ellenség. Itt volt a nyakunkhoz, szétdarabolás, minden. Hát ezekkel szembe, ezek ellenébe kellett a védelem, hogy legalább a maradékot megvédjük, és ha van egy kicsi ország, amire akár meg rá tudunk ülni, onnan lehet építkezni. Nemzetvédelmi szervezetet teremteni úgy a kívülről jövő, mint a belső romboló erők újbóli forradalmi kísérleteivel szemben. A Vitézi rend tagjait különleges állásuknál és tekintőjüknél fogva példaként állítani a nép elé, mint annak polgári és nemzetvédelmi vonatkozású dolgokban természetes vezetőit. Őrizd véred, fajtát, tisztaságát, csak ezzel tarthatod fent fajod jövőjét. Idegen fajta ruháját, szokását nevedd, mert lelket, hazát ezzel nem cserélhetsz, így önmagad vesztenéd el. Ne kívánd más földjét, más jószágát, tíz parancsolat, ne lopj, de amit álnokul elraboltak, mi ezer évig a tied és a fajtádé volt, nem hagyhatod bitorló kezén. Csak a Kárpátok bércei lehetnek hazát határai, addig béke nálunk nem lehet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, éljen a kormányzó úr, éljen a Vitézi rend! Az első szó, ami eszembe jut, az a köszönöm. Hálás szívvel mondok köszönetet a Magyar Országgyűlés alelnökének, Dúró Dórának, és a közben szívműtétje után gyengélkedő és körünkből eltávozó Vitéz Takaró Károly református püspök nyugállományú honvéd dandártábornok úrnak, akik nélkül ez a mai konferencia nem jöhetett volna létre. Köszönetemet fejezem ki az előadóknak, professzor dr. Horváth Attila alkotmánybíró úrnak, professzor dr. Popé Gyula egyetemi tanár úrnak és dr. Vitéz Raffai Ernő korábbi honvédelmi államtitkár történész úrnak. A vitézek csak hőstettek alapján lehettek vitézek. És a civil életben is lehet valaki hős. Én azt mondtam, hogy a Vitézi rendet nem azért hozta létre a kormányzó úr, hogy reggeltől estig őt emlegessük. Szó sincs erről. Ő attól sokkal szerényebb volt. Azért hozta létre, hogy a magyar nemzetet szolgálja. Ennek szellemében létrehoztam 5 munkacsoportot. 2011 óta működik nálunk a hagyományőrző törzskapitányság, ami nem éli ki magát abba, hogy díszeleg, hanem meghívásos alapon elmegy iskolákba, óvodákba, középiskolákba, én magam voltam már egyetemi is előadó,
ahol arról tartottam előadást, hogy mit jelent a vitézség. Mert a hazaszeretet és a vitézség soha nem elévülő fogalmak. És el kell mennünk az óvodákba, iskolákba, mert minél előbb el kell kezdeni. Halkan súgom meg önöknek, dokumentációt bizonyítja, hogy ezt a csodálatos kadétrendszert személyem álmodta meg. Sokkal előbb bevezettem, sokkal előbb leírtam, át is adtam, meg is valósították nélkülem. De ez nem baj, a lényeg az, hogy legalább megvalósult. Van karitatív tevékenységünk, ami kiterjed a határon túli részekre, a magyarok vannak. Amikor Covid volt, a vitézeknek azt mondtam, tessék most kimenni az utcára. Most kell vitézkedni. Nálam senki nem élhet meg abból, hogy a nagyapja mekkora hős volt. Mert rögtön azt fogom kérdezni, hogy minden tiszteletem a nagyapádé, de te mit csinálsz? És ha csönd van, az baj. Tessék kimenni. Amikor az ukrán-orosz háború kitört, elsőként mi jelentünk meg a magyar határon, és csak a kárpátaljai magyaroknak juttattunk 40 tonna adományt. Mert az összes többi, ami ment, azt ők csak látták, hogy átmegy Kárpátalján. Valahova. Én nem az ukránokat akartam támogatni, hanem az amúgy is nehéz sorban élő magyarokat Kárpátalján. Őket kell támogatnunk. Vannak honvédelmi sportagazatosaink. Profi, katona, rendőr, komandós tisztek képzik ki őket. Igen, olyan világot élünk, amikor a fiataljainkat több szempontból is meg kell tanítanunk önvédelemre és harcászatra. Van, akiknek ez nem tetszik. Nem tudok ezzel mit kezdeni, nem akarok mindenkinek tetszeni. Vannak hadisírgondozóink, ahol nemzetiségre való tehát mindegy, hogy mi nemzetiségű, rendbe rakjuk, mert a halálban mindannyian egyformák leszünk. És bízunk benne, hogy azok az országok ugyanígy fognak velünk bánni. Azt tudjuk, hogy a románok nem. De Oroszországban példanélkül tökéletesen rendbe vannak rakva a magyar sírok. Van katasztrófavédelmi századunk, saját tűzoltóautónkkal, saját bevethető egységünkkel, több mint 260 főve. Én kérem szépen a vitézi rendet, mindig többre és többre álmodom, mert azt gondolom, hogy egy ekkora szervezet nem működhet lelkes amatőrként. És ha nem kapok hozzá állami támogatást, akkor megcsinálom anélkül. Sokkal tovább fog tartani, sokkal küzdelmesebb lesz, de én ebben hiszek. És mi egy missziót folytatunk. Én azt mondom, hogy el kell menni a ma emberéhez. Ha lehetőségünk nyílik rá, segíteni kell. Ma a ma embere túl van terhelve. Nem tudok oda menni hozzá ideológiával, Lukasz Zászlóval, Vas Alberttel, mert a mindennapi megélhetéséhez küzd. Lehet, hogy én nem tudok neki munkahelyet biztosítani, de ha egy kis adománnyal, vagy bármi mással, egyébként lehet, hogy munkahelyet is találok neki, tudok segíteni, akkor könnyebbé teszem az életét, és fogékonyabb lesz arra, amit mi képviselünk, és akkor meg fog hallgatni. Én azt vallom, hogy több tett és kevesebb beszéd. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dúró Dóra, Magyar Országgyűlés alelnökének a vitézi rend tiszti keresztjét adományozom. Megkérem az alelnök asszonyt, hogy fogadja el és vegye át tőlem a kitüntetést. Professzor dr. Horváth Attila alkotmánybíró úrnak a vitézi rend érdemkeresztjét adományozom. Professzor dr. Popé Gyula egyetemi tanár úrnak a vitézi rend érdemkeresztjét adományozom.
dr. Vitéz Raffai Ernő egyetemi tanár történész volt államtitkárnak, államtitkár úrnak. A Vitézrend harmadosztályú lovagkeresztjét adományozom. Erős észbástyává teszlek ma téged, viaskodni fognak ugyan ellened, de le nem győzhetnek, mert én veled vagyok. Ezek Takaró Károly püspök gondolatai, ami, még egyszer mondom, nem csak áldás, hanem egy üzenet is. Köszönöm szépen!